Még mindig a Jedi visszatérnél járunk, ugye a harmadik részről van szó. Az előző adásban már megnéztük, hogy hogyan is nézett ki az a kis hajszal jelenet. Nézzétek meg, hogyha még esetleg nem láttátok. A mai epizódban pedig megnézzük, hogy hogyan is néz ki a császár trónterme, azon belül is, hogy hogyan is néz ki dioráma formában. Ez itt az Építs fel, vágjunk is bele! Mivel egy 18+-os készletről van szó, ezért itt is megkaptuk a sötét hátteret, császári trónterem, 75352-es, 807 darabos és 43.000 forintért tudjátok beszerezni ezt a szettet. Ha megfordítjuk, találkozunk a méretével, 21 cm széles és 17 cm magas lesz. Ebben a csomagban összesen 7 darab számozott zacskónk van, van 2 urkapálcika elem, ami előre nincsen becsomagolva, és meglepő módon sokkal kisebb az összerakási, mint az előző ilyen diorámánál, pedig az egy kisebb készlet volt, fura ez a méretválasztás, 156 oldalas, és mivel ez is egy 18+-os készlet, ezért kapunk némi háttérinformációt ezzel a jelenettel kapcsolatban, ugye van itt egy ilyen eredeti kép a filmből, és egyébként itt van a szett is már összeépítve, én is mindjárt összeépítem, és megnézzük a részleteit. A készletben összesen 3 darab minifigura található, először is itt van Darth Vader minifigurája, ami igazából semmi különlegességet nem rejt magában, viszont még nekem mindig nagyon tetszik, hogy ebben is azt a verziót tették bele, ami ezt az oldal kar printelést kapta meg, kezében a szokásos vörös fénykardja van, és ez az a verzió, amiben ketté lehet választani a sisakját, és alatta meg tudjátok nézni az összeasszalt fejét, és hogyha már asszalt fejről van szó, akkor itt van a másik mazsolánk, itt van Palpatine, nagyon fekete lábat és torzót kapott, egy palást van a hátán, és egy csukja a fején, kétféle asszalt arca van, egy nagyon mérges, és egy még mérgesebb arckifejezése, és az újdonság ebben a készletben Luke Skywalkerünk, aminek a lába egy sima fekete láb, viszont ez már ugye a harmadik filmbéri torzóját kapta meg egy pici módosítással, mint a régebbi esetben. Itt is nagyon jól látható, hogy az egyik kezére kesztyű van húzva, még a másikra nincs, zöld fénykard a kezében, és a legnagyobb újítás, hogy kaptunk egy vadonatúj haj alkatrészt, egy vadonatúj Luke Skywalker-es hajat, ami sokkal jobban hasonlít a filmbéli megjelenésére, mint az eddig kiadott verziók, viszont az arca az pontosan ugyanaz, mint a tegnap bemutatott másik dioráma esetében. Az építés egy kicsit bonyolultabb volt, mint a tegnap bemutatott verzió, nyilván a darab száma és az ára is egy kicsivel magasabb ezáltal. Itt is megkapjuk ezt a fekete keretet, amibe ezt a jelenetet bele kellett építeni, még mindig matricák nincsenek a készletben, tehát ez a speciális logó és a kis idézetünk is ugyanúgy nyomtatással érkezett rá, hogy így szépen haladunk fölfele, elérkezünk ilyen korlát részhez, ahol egy duty post található, ami hát ilyen parancsnoki hídnak, parancsnoki irányító központnak tudnék lefordítani nektek, ebbe a közepébe beleállt egy ember, és akkor így 360 fokba tudta irányítani a dolgokat, gyakorlatilag ez a két szélén, ez a kék kis rész ezt próbálja szimbolizálni, haladunk szépen fölfele a lépcsőn, vannak kis pöttyök belerakva ide a készletünkbe, ahol be tudjuk állítani a minifigurákat, és akkor pontosan azokat a jeleneteket tudjuk újra alkotni, amit a filmben is láttunk, és hát végül elérkezünk a trónterem részhez, ahol ott van maga a trón, nagyon tetszik, hogy ilyen lila középső részt kapott, 360 fokba természetesen körbebírjuk forgatni, úgyhogy Palpatine minden irányból meg tudja nézni a harcot, és a legizgalmasabb rész az az a dóm, ami mögötte található, kifejezetten jól sikerült, pláne az, hogy az összeépítési szempontból is nagyon izgalmas volt. Nézzétek meg ezt a hátsó részét, ilyen printelt üvegablakot kapunk, ami nem is igazán kapcsolódik oda, nincsen semmi ez hozzá rögzítve, csak így
ezek a kis peckek tartják ott a helyén, úgyhogy nem túl biztonságos, de mivel ezzel a készlettel nem fogtok játszani, ezért nem fog kiesni, és látjátok, hogy ilyen kis ablakalkatrészekkel van megoldva ez a kör alak. Nagyon jól néz ki, és még a tetejére elég stabilis a rendszer, itt ilyen technika alkatrészek vannak beépítve, és ezáltal, hogyha így emelitek fel, akkor viszonylag biztonságosan lehet vinni egyik oldalról a másikra. Viszont a minifigura bemutatónál hiányozhatott nektek, hogy vajon hol van Mr. Palpatine kezéből azok a jellegzetes gonosz villámok. Most ezt a Lego elrejtette ebben a készletben. Itt a legalsó lépcső sornál van egy Lego alkatrész, amit fel lehet emelni, és bizony oda van elrejtve, innen kiveszitek, és már a kezébe is rakhatjátok. Összegezvény, srácok, ez a dioráma készlet remekül sikerült, pláne azért, mert egy nagyon jellegzetes jelenetet tudunk ebből létrehozni, igazából nem is egy jelenetet, akár több jelenetet is létre tudtuk hozni Lego formában, és még a tetejére egyedi készítésű Luke Skywalkerünk is van ebben a készletben, ami egy teljesen egyedi hajat is kapott. Nos, srácok, ez volt a 7352-es dioráma készlet bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkokat ne felejtsétek a videóról. Ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő. Mi pedig még egyszer szeretném megköszönni a Lego Store Budapestnek, hogy elküldték nekem ezt a készletet. Mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!